véget. Rekerdi Tamás pszichológust, lehet-e valamilyen párhuzamot vonni a Keleti Színház és a Haiku Színház között? Feltétlenül maga a haiku az nem színházi műfaj. A haiku az egy nagyon rövid vers, tulajdonképpen egy villanás, és hogyha magyar példát akarnék mondani, Kosztolányitól úgy tudjuk, hogy a költő olyan ember, akinek két vers sor között megnyílik az ég. Tulajdonképpen minden haiku egy ilyen égnyitó villanás szeretne lenni, valahogy villanásszerűen összekapcsolni az egyedi embert a természettel, a világ mindenséggel, a sorssal, az egész világgal. Hogy ez sikerül-e vagy nem, nagyon nehéz kérdés. Egy haiku hangzó viszonyai, kalligrafikus leírása az eredeti keleti nyelvben rendkívül fontos. Ezt egy fordítás nagyon nehezen tudja visszaadni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a Jeles Andrásék produkciójában pont ez a villanás sikerült nem egyszer, sőt gyakran. Tehát a haikunak ezt a villanás természetét megfogni, valamit megtudok, talán nem is tudom pontosan mit tudtam meg, talán nem is tudom pontosan hogyan tudtam meg, de hirtelen átéreztem valamit az emberből, a sorsból, vagy a világ mindenségből. Szamuráj házban csípős akár a retek. Karácsony Gábor festőművész vendégként igen. Van itt most Pécsen. Igen, hát ők meghívtak, hogy állítsak ki itt velük, amikor itt szerepelnek. Újságkivágások alapján készítem a képeimet. Nem tudom, hogy ezeknek a kivágásoknak sok köze van-e az újságokhoz, vagy az illető személyekhez, akikről szólnak. Önmagában véve az, hogy lefényképezik az eseményeket, és ezek megjelennek a napilapokban, és valamilyen tiszta világ életű nevezetességet tesznek, tehát az események majd megint elsüllyednek az újsághalmokban, az engem mindig lenyűgözött valahogy. A modern életnek ez a furcsa, és nekem elég szomorú ikonográfiája. Mindig érdekelt az, hogy hogyan jön létre egy képi rendszer, akár a Biblia alapján, akár mondjuk számomra létrejött a Goethe Faustja alapján, amit illusztráltam. Ezek ugyanek létre, hogy elkezdek firkálni a fénykép alapján, vagy az illető újságon magán, vagy rajzpapírokon. Készítek kis rajzokat az illető fényképről. És a kis rajzokból kezd kialakulni egy formai rendszer. Tudná valamit mondani Jeles András művészetéről? Hát, bajosan tetszik, amit csinál, az biztos, ezt mondhatom. És a forma nyelvét, tehát ahogy ezek a dolgok összeállnak tulajdonképpen, azt én rendkívül nagyra tartom. Bizonyos értelemben úgy látom, hogy amit csinálnak, azon túl is, hogy haikukat így megszimpadiasítottak, azon túl is van köze a Keleti Színházhoz, amennyit én arról tudok, tehát akár a kínai, pekingi operához, akár a Mó Színházhoz van elég sok köze annak, hogy a testmozgásukkal fejeznek ki dolgokat. Az, hogy ez valami újszerű dolog nálunk, és talán világszerte, amit csinál, az határozottan úgy tűnik nekem. Azért nem tudok a helyéről beszélni, mert nagyon sok mindent nem ismerek, ami
a színház és filmművészetben történik. És mennyire elfogadott az ő művészete? Bizonyára ezt azért figyelemmel kísérte. Hát azt látom, hogy az embereket eléggé megragadja, és eléggé úgy érzik, hogy róluk van szó. Olyan visszajelzést nem hallott soha, hogy esetleg valakit meghökkentett? De hallottam olyat is. Ön például? Engem nem hökkentett meg, mert mondom, hogy közel éreztem magam ehhez a formanyelvhez, és a beszédhez való viszonyukat is én érdekesnek találom, és ezt a beszéd eltorzítást nem érzem eltorzításnak, tehát sem csúfolkodásnak. Ilyesmit szoktak mondani olykor emberek, vagy hogy... Szóval valahogy, hát van, akinek ez nem tetszik, de én tényleg úgy érzem, mintha ők is úgy éreznék, hogy az emberek közti közlekedés, tehát amit kommunikációnak nevezünk, az olyan erősen zátonyra futott már egy elég hosszú ideje, hogy azt valahol át kéne törni, és mintha ez a demokratikus dadogás, ez ezt fejezné ki, hogy valahogy... Igen, én azt hiszem, hogy ebben segít, és hát persze, hát feszülten várom, hogy merre haladnak tovább, meg hogy mit csinálnak. Egyelőre még sehol se vagyok, csak ábrándozom. Miről? Hogy majd egyszer szerkesztőképpen megkérnek, hogy csináljak egy műsort, például versekből. Mondjuk egy haiku színházat? Hát nem, hát a haikunak a jeles a mestere, ahogy elnézem, bár azt hiszem mindenki kifejleszteti magában azt a mezőt, ahol a művészet vagy szimbólumliliumok teremnek. Aztán azért születünk erre a nagyszerű földre, hogy díszítsük.
és jól érezzük magunkat, de nem azért, hogy azért érezzük jól magunkat, hogy jól érezzük magunkat, hanem azért érezzük jól magunkat, hogy mások is tanuljanak abból, hogy szabad jól dolgozni, ami által aztán jól is érzi egy kicsit magát néha az ember ebben a végül is fájdalommal és szenvedéssel gyötört élet nevű jelenség sorozatban.